Az évi adósságtörlesztés 2002-ben még csak 12 milliárd, 26 milliárd forint volt, viszont 239 milliárd forint volt a 2010-es években. Ha csak a kamatokat nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy 8 év alatt több mint 70 milliót fordítottak kamatokra. Éppen ezért, és tehát természetesen a határozati javaslatok megválasztásakor is, amelyeket a jelentésben részletesen elemeztünk, mind a jogi részéről, hogy hogyan javasoljuk azt, hogy akár a privatizációs törvény változtatásával is ne csak az állami tulajdonú cégek, hanem azoknak a vagyon elemei is legyenek olyanok, amelyeket csak a törvény meghatározott módon lehet elkönyvteni. Erre valóan több javaslatot is megfogalmazott a bizottság. Azt is megállapítottuk, hogy mi a több ügyben, hogy szükséges lenne további vizsgálatokra, hiszen a bizottságnak nagyon sok esetben ugye nem állnak olyan eszközök a rendelkezésére, hogy egy olyan vizsgálatot lefolytasson, amelyben esetleg azt is el tudja dönteni, hogy például a büntetőjogi feljelentést kell-e tenni. De több esetben megállapítottuk, hogy szükség van ilyen vizsgálatokra, ezek elsősorban a különböző társaságok vagy azoknak a részeinek az elidegenítése volt. Ezeket a bizottság döntése alapján, és ezt a bizottságban résztvevők, akkor ott megállapítottam, hogy az MSZP nem volt jelen, de a többi párt egyhangúan megszavazta, hogy dr. Buda Gyula elszámoltatás és korrupciós kormánybiztos kérjünk fel, hogy a vizsgálatát terjessze ki erre is. És azt is meg itt elmondom, hogy nagyon sok olyan eset van, amit eleve a kormánybiztos úr vizsgál, ezeket a bizottság nem vizsgálta részletesen, nem feladatunk, tehát a MÁV ingatlan ügyeinek, a MÁV székház ügyeinek például vizsgálata, vagy akár a MÁV kargó eladásának büntetőjogi vonatkozásai. De tettünk javaslatokat, hogy ki kéne vizsgálni, és azt is megvizsgáltuk, és a MÁV vezetését is fölkértük arra, hogy átvizsgálva a belső ellenőrzési jelentéseket, nagyon sok esetben állapítottak meg visszásságokat, szabálytalanságokat, ugyanakkor megállapítható volt, hogy ezeket általában semmilyen retorzió vagy számonkérés nem követte. Annyit szeretném még elmondani, röviden összefoglalva a jelentés lényegét, hogy a MÁV csoportra tehát tettünk javaslatokat, intézkedési javaslatokat, amelyeket a bizottság szakértőivel együtt alakítottunk ki, és a bizottság zárulással résztvevő képviselők egyhangulag támogattak, amely ajánlásokat tesz meg a MÁV költségvetésével kapcsolatosan, hiszen valóban szükséges ahhoz, hogy a MÁV-nak hosszú távú jövőjét tervezni lehessen, megfelelő szabályozási környezetet kell kialakítani. A pályahasználati díj kialakításánál is fontos az, hogy a pályaüzemeltetés karbantartás önköltsége szintjén legyen a meghatározó szempont. Megállapítottuk elsőbben, hogy a pályák karbantartásánál, felújításánál van a legnagyobb lemaradás, de a közeljövőben itt erre lehet kéne a legtöbb forrást fordítani. És hát természetesen ajánlásokat tettünk a MÁV csoport gazdálkodásával kapcsolatban is. MÁV csoport, mint ismeretes, átalakult az elmúlt években. Úgy láttuk, hogy ezt alapvetően megvizsgálandó, hiszen nem bizonyosult be, hogy a MÁV csoport így hatékonyabban és jobban tud működni ebben a formájában, ahogy az elmúlt években kialakították. Az viszont teljesen egyértelműen megállapítható volt, és az országos határozat több kérdése erre irányult, hogy vizsgáljuk meg a kiszervezéseket. A kiszervezések esetében több esetben megállapítható volt, hogy nem megfelelő hatástanulmányok, megfelelő előkészítés alapján döntötték el, hanem sok esetben a politika döntötte el, például a létszámleépítéseket, ezt követték ezek a kiszervezések, amelyek hát formailag ugyan a létszámleépítést szolgálták, ugyanakkor összességében nem voltak előnyösek. Vannak olyan példák, például a felsőzdék karbantartásnál, ahol ezt egyértelműen be is lehet bizonyítani. Azonban a kiszervezések többségén azt kell megállapítani, hogy nem állnak rendelkezésünkre olyan dokumentumok, ez is önmagában természetesen már kritika, amely a MÁV-nál egyértelműen azt mutatták volna, hogy ezeket a döntéseket megfelelő gazdasági hatástanulmányokkal készítették volna elő. Javasoltuk a beszerzések felülvizsgálatát, a szakszervezeti költségek csökkentését, hiszen megállapítható az is, lényegesen emelkedett 2002-es szintről, többszörösén emelkedett 2010-ig,
és hát természetesen megvizsgáltuk a MÁV kargó eladását is, elsősorban itt vasútstratégiai, nemzetstratégiai szempontból, és meg kell állapítani, hogy számos olyan hatása volt ennek az eladásnak, amely hátrányosan érintette a MÁV-nál gazdálkodó más cégeket is, például a jármű karbantartókat, de hátrányosan érintette például a egyéb szolgáltatókat is, és a szerződésben megfogalmazottak, ráadásul még nem is voltak előnyösek a magyar állam számára sok esetben, hiszen például a tőkeemelést nem kötötték a magyar beszállítókhoz, és így tovább, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból nem szolgálta a magyar nemzetgazdaság értékeit. Összességében tehát én megköszönöm még egyszer mindenkinek a munkát, aki segített a jelentés elkészítésében, és azt is, hogy mint említettem, a bizottság záró ülésén az ott jelen nem lévő MSZP kivételével minden párt képviselője végül is támogatta a jelentés ilyen formában való elfogadását és a javaslat intézkedéseket is. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Vantaga Gyula úrnak, a Gazdasági és Informatikai Bizottság előadójának. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. A Gazdasági és Informatikai Bizottság tegnap délelőtti ülésén egy bizottsági önálló indítványt készített elő a tárgyi bizottsági, albizottsági jelentéshez, mely szerint javasolja az országgyűlésnek, hogy a Magyar Államvasutak ZRT jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető 2002-2010 közötti kiemelten a MÁV ZRT szerkezet alakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottságnak a jelentését, illetve annak eredményét fogadja el. Második pontban javasoljuk az országgyűlésnek, hogy a vizsgálóbizottság által feltárt hiányosságok és működési rendellenességek mihamarabb megoldásra kerüljenek, ezért felkéri a korrupcióellenes és elszámoltatási kormánybiztost a jelentésben foglalt ügyek vizsgálatára, a szükséges intézkedések megtételére, valamint felkéri a MÁV ZRT vezérigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A bizottság 18 igen szavazattal, 7 nem ellenében támogatta az önálló bizottsági indítvány benyújtását, amit ezúton is kérünk az országgyűléstől, hogy szintén részesítse támogatásban ezen önálló indítványt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Megkérdezem a kormány nevében, kíván-e felszólalni, államtitkár úr, nem? Akkor megadom a szót Nyikos László elnök úrnak, a Költségvetési Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr! A Költségvetési Bizottság tegnap délután megtárgyalta ezt az indítványt. Vitát nem folytatott róla, hanem vita nélkül tartotta alkalmasnak a plenáris ülés elé terjeszteni. 21 igen, 2 nem és 0 tartózkodás mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a képviselői felszólalások következnek 15-15 perces időkeretben. Elsőként az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Kupcsok Lajos képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, ígérem, hogy így egy óra környékén, 5 perc körül tervezem és fogom befejezni a hozzászólásomat. A vizsgált időszakban a MÁV csoport működésében riasztó és megdöbbentő adatok, trendek sora fedezhető föl. Manninger képviselőtársamat kiegészítendő megemlíteném, hogy a MÁV árbevétele úgy stagnált, hogy anyag és személy jellegű ráfordításai 20-30%-kal nőttek a vizsgált időszakban. A hosszúlejáratú kölcsönök meghúszorozódtak. Az okok meglehetősen szertágozóak, tartósan jelenlévők és ismétlődőek. Ilyen okok az állam által ki nem fizetett közszolgáltatások, a nem EU-konform árkiegészítés a személyszállításoknak, az infrastruktúrális fejlesztések elmaradása, valós megtakarítási hatékonysági intézkedések hiánya, a MÁV szolgáltatási láncának sajátosságait figyelmen kívül hagyó politikai által kezdeményezett kiszervezések.
A MÁV csoport gazdálkodását 2002-2010 között többféleképpen vizsgálhatjuk. Talán a legszembetűnőbb, hogy a vizsgált 8 év mindegyikében az értékesítés nettó árbevétele kevesebb volt, alatta maradt az anyagjellegű ráfordítások és a személyjellegű ráfordítások együttes összegének. Az eszközparkot vizsgálva megállapítható, hogy a személyszállítási járművek elavultak, átlag életkoruk 33 év, közel felük 30 évesnél is öregebb. Tanulságos az utas észrevételekre vonatkozó táblázat statisztikája. Elemzéséből az alábbi következtetésekre juthatunk. 2002-2010 között növekvő tendenciák mutat, és önmagában is különösen magas az észrevételek közül a vonatkésésekre, az utastájékoztatásra, a személyzeti problémákra, a visszatérítési igényekre vonatkozó észrevételek száma. Az elmúlt három év adataiból riasztó a biztonsággal, a kártérítéssel, a mérséklési kérelemmel kapcsolatos utas észrevételek száma. 2002-ben 5000 észrevétel volt, 2010-ben már 36 ezer. Ebből a 36 ezerből dicsérő mindössze 252 darab volt. Nem metünk el szó nélkül a vasúti pálya állapotának romlása mellett sem. Tavaly reálértéken fel annyit költöttek vasúti sinekre, mint az előző Orbán kormány idején. 20 milliárd forintról reálértéken 10 milliárd forintra esett vissza pályára fordított felújítási és karbantartási költségek összege, de akadt olyan év is a vizsgált időszakban, amikor ez az összeg alig haladta meg a 7 milliárd forintot. A MÁV csoport adósságállománya 2002-2010 között meredeken növekedett. Az elmúlt 8 évben minden negyedik hitelből használt forintot kamatra költött a MÁV. Összesen több mint 70 milliárdot költött a vasút csak kamatokra. 10 milliárdos a kamatkiadás, és ennél jóval nagyobb a kötelező tőketörlesztési kiadás. 2011-ben 46,4 milliárd forint értékű hitel jár le. A bizottság ajánlásaiból és intézkedési javaslataiból kiemelem a komplex rendszer szemlélet, a versenyképességet szem előtt tartó ajánlásokat. Az államra jelentős feladatok hárulnak a szervezeti, a finanszírozási és a szabályozási környezet átalakításába. Ezek a feladatok azonnal megkezdendőek, annak érdekében, hogy hatások minél hamarabb, de legkésőbb 5 éven belül érezhető legyen. Át kell alakítani a MÁV támogatási struktúráját, egyszerűbbé, átláthatóbbá kell tenni a közszolgáltatási feladatok finanszírozását. További létszámleépítést nem javasolnak az előterjesztők, de azt javasolják, hogy vizsgáljuk meg az igazgatási költségek nagyarányú növekedésének okait. Nyilvánvaló, hogy a bizottság vizsgálattal nem érhetett véget a MÁV átvilágítása. Nagy munka vár a jogászokra, a szerződéses állomány átvizsgálásában, a MÁV-ra hátrányos szerződések átalakítási, megszüntetési feltételeinek kidolgozásában. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Megadom a szót Göndör István képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottsági elnök úr. Az első mondatom, mivel ön azt mondta, hogy a jelen nem lévő, és ezt a sajtótájékoztatóján is használta, én abban az időpontban éppen jegyző voltam. Én sajnálom, ugyan nem kértem meg Korondi urat, hogy ezt jelentse be a bizottság ülésén, de ő tudta, mert neki előző este próbáltam néhány dolgot elmondani, amivel kapcsolatban nekem gondjaim vannak. Mert nekem az az érzésem és az a meggyőződésem, hogy a bizottságunk miközben nagyon sok hasznos és jó információra tett szert, egész végig körüllengte a bizottság tevékenységét a politika. És jó lett volna, meggyőződésem, hogy a mi bizottságunk, vagy majd egy következő bizottság akkor használ sokat a MÁV-nak, és ezen keresztül az adófizetők pénzének, hogyha lehetőség szerint politika nélkül beszélnek erről. Hogy ne a levegőbe beszéljek, amit Kupcsok képviselő úr mond, és hogy a számok mennyire érdekesek tudnak lenni. Tisztelt képviselő úr, ha megnézi a 30. oldalon, roppant érdekes. Az értékesítés közvetlen költségei. Az értékesítés közvetlen költségei igaz, hogy 91%-ról 99%-ra növekedtek 2009-re, de ha megnéz egy közbülső sort, hogy ebben az eladott áruk beszerzési értéke több mint 10%, akkor kiderül, hogy az, amit mi vizsgáltunk, és az a sok feszültség, amin átment ez a szervezet, azért eljutott mára oda, hogy a bevételhez viszonyított közvetlen költségek aránya csökkent. És hosszú távon ez az érdekünk, minden körülmények között. Amivel nekem bajom és gondom van, és ezt a bizottságban is többször jeleztem,
Tehát adva volt egy rendkívül nagy, mondhatom így, hogy átláthatatlan állami nagyvállalat, amiről mindenki tudta, hogy bajban van. És én szerettem volna legalább egy mondat erejéig, ha a jelentésbe bekerül, hogy az Antal kormány, tehát mondjuk azt, hogy a rendszerváltást követően minden kormány tett kísérletet arra, hogy a MÁV-ot átszervezze és átalakítsa, de sok esetben ez bizony a kormány határozatokkal véget ért, és belül nem történt sok minden. A kérdés itt az, hogyha változatlanul marad minden, tehát változatlan formában működik, akkor mi lett volna a MÁV-val? Lenne most miről beszélnünk? Ehelyett ebben az időszakban történt gyökeres változás ebben a nagyvállalatban, ami nyilván magával hozott nagyon sok bizonytalanságot, és úgy, ahogy az elnök úr elmondta, én ezt úgy fogalmaznám, hogy az a elkövetkező időszak feladata, és ennyiben egyetértek, hogy a MÁV mostani vezetésének ezt vizsgálni kell, hogy ezek közül a döntések közül melyik az, amit ebben a nehéz helyzetben egy professzionális menedzsment végrehajtott, hogy azok tartósan megtarthatók, vagy valamilyen formában ezeket bizony meg kell változtatni. Itt úgy érzem, és ebben egyetértek Kupcsok képviselő úrral, hogy nincs értelme, hogy olyan mondatokat citáljunk ide, amikor azt mondták, hogy valójában az egész cégnek a belső elszámolási rendszere átláthatatlan volt, még az APEC számára is. Tehát itt rendet kellett tenni, és a mai napig nincs rend, még számos területen, de ezek megjelennek a határozatban. Én az elnök úrnak tennék javaslatot. Tudom, hogy a házszabály szerint a jelentéshez nem lehet módosító indítványt benyújtani. De talán az elnök úr megteheti, hogy a jelentésnek azokat az oldalait, ahol alapvető táblaszerkesztési hibák vannak, ezeket ki kellene cserélni. Mondom, a 7., 8., 9., 33., 34., 35., 37., 39. oldalon lévő táblázatokban egyszerűen hiányoznak a mértékegységek, hogy ez forint, vagy százalék, vagy valami ehhez hasonló. Tehát ennélkül, és ezt nem akarom mondani, mert lehet, hogy csak a szakértőknek a nagy munka mellett elkerülte a figyelmét, de azt gondolom, ha ezt mi kiadjuk, és a gazdasági bizottság határozatát meg fogjuk szavazni a jövő heti ülésünkön, plenáris ülésen, akkor ezek a hibák nem jó, ha bent maradnak, mert ez rólunk is valahogy rossz képet mutat. Tehát összességében ez a nagyvállalat, és az ebben az időszakban a menedzsment kísérletet tett arra, úgy, ahogy elnök úr elmondta, több-kevesebb sikerrel, arra, hogy ebből a nagy társaságból valami olyan alakuljon ki, ami képes piaci viszonyok között működni. És ha erről beszélünk, akkor rögtön kiderül, hogy egyik oldalról fönnróta a bizottság, hogy miért kötött szerződést a kiszervezés alatt lévő társasággal mondjuk több évre, ugyanakkor meg aggódott a munkavállalók miatt. Most tisztelt képviselőtársaim, ha egy vállalat a kiszervezett leányvállalattal tartósan szerződést köt, csak ezzel tudja biztosítani, hogy x ideig megrendelést biztosít számára, és ezzel együtt munkalehetőséget teremt. De ennek ára van, ezt ki kell fizetni, és itt vitatkozom azzal a megállapításával, ami sajnos itt a végkövetkeztetésekben szerepel a 72. oldalon, hogy a közbeszerzés mellőzése az egymás közti dolgokba. Számomra a közbeszerzés azt jelenti, főleg akkor, amikor közpénzről van szó, hogy mindegy, hogy kitől, de olyantól vásároljunk, akitől a legolcsóbban lehet beszerezni. Ha ez itthon van, akkor itthon, ha nem, akkor a határainkon túlról.
de az adóforintjainkat, mert végső soron, és én most igazolva látom azt, amit elmondok, hogy a kormány Széchenyi tervnek nevezett, vagy bocsánat, Széll Kálmánnak nevezett tervében ugyanúgy megjelenik az adóforintok, adott adóforintok csökkentése, mint ahogy ez megjelent a Bajnai kormány időszakában. Igaz, hogy a mértéke most még kisebb, mint ami ott szerepelt, de azt gondolom, hogy ezekről meg nyíltan kell beszélnünk, mert lehet azt mondani, hogy a működésre mindössze 198 milliárd forint került átadásra, de emellett a tőkeemelés, mint olyan, az szintén állami pénzből valósult meg, tehát összességében közelítette a 400 milliárd forintot 2009-ben a MÁV állami támogatása, és azt hiszem, hogy ez egy reális cél, hogy próbáljuk meg ezt a támogatást csökkenteni legalább a GDP 1%-áig, miközben abban egyetértettünk, és mi is egyetértünk, hogy a szolgáltatás, és az, amit az előttem szólók, akár elnök úr, akár Kupcsok képviselő elmondott, a szolgáltatás színvonalában látványos romlás következett be, és ez a romlás, itt most nem beszélek a 2008-as válság hatásairól, hanem csupán azért, mert a pálya állapota egyre rosszabb lett, a vonatok lassabban közlekedtek, késtek, a költségviszonyokról is, és ebben a vita egy szakaszában, és itt én látni vélem azt, amit Jávor Benedek alelnök úr mondott, hogy bizony egy közlekedési stratégia mindenképpen rettentően kellene, ami azt eredményezi, hogy valahogy visszanyerni az utazó közönséget a vasút oldalára. Ma nem kell hozzá különösebb érettségi sem, hogy valaki ki tudja számítani, hogy sok esetben már egy ember számára is majdnem kifizetődő a közutat igénybe venni, mint a vasút szolgáltatásait. Nagyon sarkalatos kérdésnek tekintem az ingatlan kérdését. Én a vizsgálat végére is abban a hitben maradtam, hogy tulajdonképpen az erőfeszítések ellenére, meg hogy külön szervezetet is létrehoztak, a mai napig nem lehet tisztázni egyértelműen, hogy mi az állami tulajdon, mi az, ami nem került be a MÁV ZRT kezelésébe. Tehát ezen a téren rettentő gyorsan rendet kellene tenni, és itt vállalom, hogy vitában állok a bizottság minden tagjával, mert azt gondolom, hogy a MÁV, mint olyan, és ebben vélem 90 óta a politika felelősségét egyik oldalról, hogy nem került meghatározásra, hogy mi a MÁV tartalma. Ha valaki veszi a fáradtságot és visszanézi a privatizációs törvényt, abban mindig az szerepel, hogy 100%-os állami tulajdon a MÁV. De ha valaki ma végigmegy az országban, akkor látja, hogy mekkora hatalmas ingatlan vagyon fölött rendelkezik a MÁV, ami vagy csak parlagon van, vagy itt-ott már valaki bérbe veszi, de feltehetően, és ez a gazdaság számára is jelenthetne egy potenciális növekedési lehetőséget, ha ezektől az ingatlanoktól megszabadulna a MÁV, és azok a vállalkozások, akik ezt meg tudják vásárolni, vagy megvásárolják, azok ott beruházásokat eszközölnek. Mert bérelt ingatlanon általában egy befektető nagyon óvatosan tesz bármi nemű befektetést. Én a személyes tapasztalatomat Nagykanizsáról hozom, ahol azt gondolom, hogy akár egy nagy logisztikai központot is ki lehetett volna alakítani, egy olyan pályaudvar, amit valamikor arra méreteztek, hogy a akkori katonai biztonságpolitikai körülmények között a városban lévő négy nagy katonai egység a lehető legrövidebb időn belül el tudja hagyni a körletet, és ezeket a szállítási lehetőséget például a mai napig még csak egy rola lehetőség sincs biztosítva.
Igen, tehát amiben vitatkozom a végső megállapításokkal, hogy szerintem még a MÁV nincs túl a portfólió tisztításon, és ahogy elmondtam, ebbe azt is beleértem, hogy lehet, hogy meg kell vizsgálni, hogy vannak-e olyan szolgáltatások, amit célszerűbb, és tényleg tartható úgy, hogy a kapacitás kihasználása az közelítsen a 100%-hoz, tudom, hogy a 100-at nem lehet elérni, de hogy közelítsen, hogy fölöslegesen ne tartson kapacitásokat. És talán még van másfél percem, a járműjavítás kérdése azt hiszem a legeklatánsabb példa. Nagyon sokat foglalkoztunk a debreceni járműjavítóval, csak elmentünk, hogy közben a MÁV-nak van más helyen is járműjavító kapacitása, tehát a kérdés, ha nem a debrecenit zárjuk be, akkor a szombathelyit, a celldömölkit, vagy melyik másikat. Tehát itt még, és itt céloztam arra, hogy vannak még fájdalmas döntések, amelyeket meg kell majd hozni, de ez nyilván a jelenlegi MÁV vezetésnek a feladata és a kötelezettsége lesz. Tehát én zárszóul csak annyit kérnék, elnök úr, hogy azért annyit talán beleírhattunk volna még a végére, hogy a versenyképességét fokozni kell mindenképpen a MÁV-nak, mint szervezetnek, és ha ezeket a hibákat ki lehetne küszöbölni, akkor mi ezt a határozati javaslatot elfogadjuk és támogatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Spaller Endre képviselő úr, KDNP. Köszönöm szépen a szót. Ennek a késői órának az egyik előnye, hogy a beszélgetőket nem kell túl kiabálni, így az ember nyugodt hangvételben tud beszélni. Ugye ennek a bizottságnak nem az volt az elsődleges feladata, hogy a MÁV-ról, mint tulajdonostól beszéljen, hanem arról, hogy az államról, mint tulajdonostól beszéljen. És amikor itt a MÁV-val kapcsolatban teszünk különböző megállapításokat, akkor azt azért ne felejtsük el, hogy valójában mindig az azt tulajdonló államról is beszélünk, arról a szocialista, szabaddemokrata minisztériumról, amelyik a tulajdonosa volt, és tulajdonosként hozzájárult ahhoz, hogy ezek a döntések megszülessenek. Akkor is az államról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy hát nem adta oda a megfelelő összeget a MÁV működéséhez. Én azt gondolom, hogy itt indult el az alapvető probléma az elmúlt 8 évben, hogy megrendelt bizonyos szolgáltatásokat, de azokat nem fizette ki. Ebből lett mintegy 300 milliárd forintos adósság, és hát ugye ennek a jelentős része, mondhatni azt is, hogy a túlnyomó többsége, az bizony működési hitelekből állt össze. Tehát most kell kifizetnünk azokat a béreket, stb. Az energiaszámlákat, amelyeket már 2007-ben a MÁV kifizetett. Ugye a kormánynak most ezzel a problémával kell szembenéznie. Ugye 74,5 milliárd forintot fizetett ki a MÁV csak ezeknek a hiteleknek, a működési hiteleknek a kamataira. Tehát ez, hogyha időben fizetett volna annó a szocialista kormányzat, akkor még egyszer 74,5 milliárd forint azonnal megspórolható lett volna. Igen. És ugye természetesen ezt az adósságot akkor most a mostani kormányzatnak nem kéne átvállalni, hát ez egy könnyebbség lenne, azt gondolom, ez teljesen egyértelmű. Miközben nem fizették ki ezeket a számlákat, aközben ugye elkezdett a pályahálózat romlani. Ugye ma a hálózat felén sebességkorlátozás van. Ezért a menetrendszerűen közlekedő vonatok aránya 10%-kal csökkent. Ugye, ha csökken az utasszám, lassú a vonat, akkor hogyha nem menetrendszerűen közlekednek a vonatok, és azok is lassabban közlekednek, akkor csökken az utasszám. Így a rendszer fenntarthatatlanná vált. Mindeközben, miközben azt látjuk, hogy ilyen meredek lejtőre került a MÁV, aközben azért volt, ami működött. Azért egy-két dolgot, ilyet is említsünk meg. Például az SZDSZ vezette minisztérium 2 hónap alatt lezavart egy motorvonat beszerzést. Lássuk, hogy ez egy mekkora dolog, tehát egy másik hasonló motorvonat beszerzés 1,5 évig tartott. Ugye ez a bizonyos 2 hónapos beszerzés, ez a választás előtt 2 héttel íródott alá, hogyha véletlenül
az akkori MSZP-SZDSZ elveszíteni a választást, a haza akkor sem adjon motorvonat nélkül így hirtelen. És amikor azt mondja Göndör úr, hogy átlengte a politika a bizottság munkáját, ez valószínűleg azért volt, mert maga már működését is átlengte a politika, például az ilyen döntésekkel. Mindeközben találtunk olyan közbeszerzést, amit 6 év alatt sem sikerült befejezni, ugye ez bizonyos GSM-R rendszer, ez egy ilyen biztonságtechnikai rendszer, ezt úgy nem sikerült 6 év alatt beszerezni, hogy EU-s források álltak rendelkezésre. Ugye mi lett volna, ha nem áll rendelkezésre forrás, hanem azt még meg is kellett volna szerezni, akkor vajon mennyi időbe telt volna, vagy telhetett volna. Ugye az elmúlt években kialakult a MÁV-on belül egy olyan struktúra, hogy minden